Az Alpha City, mint a rendezvény helyszín, megjárta már az ország sok-sok nagyvárosát, de a Dunaujvárosban most harmadszor építették fel Alpha City-t a Szalki-szigeten. Nem is véletlen a helyszín választás, hiszen a szigetünk olyan kiváló adottságokkal rendelkezik, ami ideális egy ilyen nagy rendezvényhez, ahová 1000-nél is több autót várnak. A szervezők is igyekeztek kitenni magukért, hogy az alfások is, meg az érdeklődő látogatók is jól érezzék magukat. Igyekszünk olyan programot összeállítani, ami nem csak az autómániásokat érdekel, hanem így a családot is. Ezért idén például készülünk egy 20 fős táncprodukcióval mindkét nap. Vannak olyan gyerekprogramjaink, amik a legkisebbektől a 15-16 évesekig tök jó, lesz szimulátorunk, de azért természetesen az autó a fő tematika. Az egyik sztárvendégünk Vályi István, a Speedzone-nak az autós újságírója, őt már nagyon várják az alfások, ő holnap délután lesz. Illetve nagyon-nagyon sok autót próbálunk meg bemutatni a színpadon. Fölvisszük a színpadra, tulajdonosokkal beszélgettünk az autókról, és hát igazából ennyi. Rengeteg kiállítónk van, akik kisebb-nagyobb programot hoznak. Különböző kvízeket, felnitartó versenyt, stb. Aki szereti az autókat, aki szereti az olasz autókat, az egészen biztosan lubickolt a vizuális élményekben, hiszen újak és régiek, kicsik és nagyobbak, gyönyörű oldtimerek, minden megtalálható volt. Például egy 1973-as Alfa Zagato, amiből összesen 402 darabot gyártottak a legendás olasz design műhelyben, ma 125 fut belőle még a világ útjain, Magyarországon pedig egyetlen darab Páli Rómeóé. Alfa Oldtimer autókat gyűjtök, azon belül is a Zagato Design háznak ezt a modelljét vettem meg először, mint Oldtimer Alfa. Ez egy nagyon ritka típus alfán belül is, és több ívánát kerestem ezt a modellt, és végül Németországban találtam egy olyan példányt belőle, amit úgymond kifizethető áron meg tudtam vásárolni. Egy éven belül kapott Oldtimer rendszámot az autó, és azóta élvezem. Sokan jöttek sok helyről az idei Alpha City-re. Az Alpha szülőhazájából, Olaszországból 14 járkány érkezett. Van, aki Angliából vezetett le 1800 kilométert a fesztivál kedvéért, de voltak lengyel, cseh, román, osztrák, szlovén, szerb és horvát alfások is. Tóth János Nagy Igmándról követi az alfások mozgását, saját elmondása szerint megy mindenhová. Természetesen ide Dunaujvárosba is. 2016 óta vagyok Alfa Romeo tulajdonos. Van egy 156-os Alfa Romeo-m, 1.9 JTD, 115 ló, kicsit megpöccintve, olyan 130-140 ló a vége, nem tudom, még nem álltam rá padra. Úgyhogy szóval nagyon-nagyon szeretem az Alfa Romeo társaságát. Az Alpha City-n visszajáró mondat volt, hogy minden jó, minden remek, de a társaság a legjobb. Úgy tűnik, bár már tudjuk egy ideje, összetartó az alfások családja. A rendezvényről szóló beszámolónkat folytatjuk holnapi híradónkban.